Jaj, de örülök, hogy látom a művész urat élőben, és akkor szoktam mondani, hogy hát ennek még én is örülök, meg egyáltalában. Én meg örülök, hogy látok egyáltalán. Ringasd el magad, ha senki nincs ki, elringasson, ringasd el magad. Hát zenekar volt, a LGT játszott, hogy ringasd el magad, és akkor itt elfelejtettem a szöveget. Úgyse látja, hova nézek, és így lassan végignézek, milyen csinos ez a kislány, így. És akkor így egy kicsit átnéztem a fiúra, és abban a pillanatban a fiú, de közelebb ült hozzám, mint ahogy itt az első sorban ülnek, és hát azt mondja, nem mész onnan! Mindent el tudok fogadni, mindent meg tudok érteni, de kérem, és tulajdonképpen az túlzás lenne, hogy követelem, de a jó ízlés nevében talán követelem is, hogy azt is fogadják el, amit én nyújtok át. Hogy is kezdjem csak, ugye hát te föltettél egy kérdést, illetve nem tettél föl egy kérdést, hogy talán annyit mondtál, hogy így élőben megismertél engem, hogy milyen vagyok élőben, mert és ezt többször mondták, amikor mondjuk autogramot vagy találkoztam az utcán, más városokba járva, vagy akár Pesten is, vagy Budán és akár Szolnokon is, hogy jaj, de örülök, hogy látom a művész urat élőben, és akkor szoktam mondani, hogy hát ennek még én is örülök, meg egyáltalában, én meg örülök, hogy látok egyáltalán. Tréfából tényleg, hát nem izgul a művész, hogy nem izgul, amikor a színpadra lép, és hát, vagy hogy meg tudja tanulni a szöveget, vagy nem fél, hogy elfelejti. És hát mondtam, hogy igazából úgy nem izgulok, de izgulok természetesen. Izgulok az elején, és egyre jobban izgulok, mint fiatalkoromban azért izgultam, hogy valami történik, leeresztik a függönyt, és akkor abból valami tragédia lesz, és kiderül, hogy én milyen rosszul tudok színészkedni. Én most pedig már azért izgulok, hogy már ismernek nagyjából, hogy tudják ki vagyok, hogy mennyire kellemetlen lenne, hogyha most szerepelnék rosszul. Tehát a felelősség egyrészt nőtt az idő múlásával, és nem könnyebb lett, hanem nehéz, de tréfásan mondtam, hogy hát nem, hát ott van a sugó, az, hogy ott a sugó, a súg a színpadon, itt szokott vagy sugóluk lenni, vagy ott kint a résben ottan állnak, és akkor sugó. De én sajnos nem tudom igénybe venni, mert nem hallok jól, és ezért nem hallom, hogy mit mond. De a szájáról le tudnám olvasni végül is, amit mond, mert tehát azért annyira, hogy az ember tudja, hát illik tudni a szöveget, hogy azért azt le tudnám olvasni, viszont nem látok így jelenleg. És hogy azért nem izgulok, mert ez az egész viszont nem érdekelne. De a viccet félretéve ez egyáltalán nincs így. A színház, az ugye, a színház iránt érdeklődők mindig szeretnék a színház belsejét egy kicsit, hogy működik, megismerni, mert ez egy olyan izgalmas dolog, legalábbis én úgy emlékszem gyerekkoromra, vagy fiatalságomra, hogy mindig vágytam oda a díszletek közé, és hogy ott valami titkos dolog folyik, és ez milyen izgalmas, és aztán miután felfedődött előttem a főiskola éveiben, hogy mi történik, ott rájöttem, hogy egyáltalán nem izgalmas belül, amit egy munka folyik, ugyanúgy, mint bármilyen más munkaterületen, csak nem olyan, hanem egy színházi munka, ami hátul a díszletek között történik, és délelőttönként, vagy esténként a próbákon, vagy amikor idő van, amikor megbeszélik azt a rendezők és a színészek, megbeszélik, hogy azt a színdarabot, amit éppen bemutatni készülnek, hogy kéne előadni, mi a rendező, most én az optimális dolgot mondom, nem azt, amikor nem szól egy rendező egy árva szót sem, mert nincs egy gondolata se a dologhoz, hanem mondjuk van, és akkor azt, hogy azt szeretné kifejezni ezzel és ezzel a darabbal, és akkor a színészek mindenre azt mondják nagyjából, jó, igen, így van, hogy minél hamarabb végezzenek ezzel a dologgal, mert ha vitába bonyolódnak, akkor talán még hónapokig is eltartanának ezek a próbák. De az az érdekes, hogy éppen most az a színdarab, amiben én is próbálok, az Somerset
MOM, a Színház című darabja. És azért választottam első évad utolsó darabjának ezt a színdarabot, mert ez valóban a színfalak mögött játszódik, és a színészek, hát úgymond, a lelki világára egy kicsit rávet. Egy Só, Bernard Só, hát az ismerik, egy nagyon jó színpadi szerző, de egyébként egy olyan szellemes ember volt, és szellemesen fogta meg ezt a dolgot. Filmen is megjelent ez a színdarab, a címe az volt, hogy Csodálatos vagy Júlia, és amikor én ezt láttam először, akkor Lili Palmer játszotta a főszerepet, ezt a Júliát, és a férjét pedig egy híres amerikai színész, most nem jut eszembe. Na most ezt a szerepet Szolnokon Bánsági Ildikó alakítja, és én játszom a férjet, ez az én saját nevem eszembe jut, de hát ezt már elmondtam barátom. És hát erre készülünk, hogy végül is bemutassuk, hogy milyen törékeny és milyen érzékeny egy színész, pláne egy színésznő, és pláne egy nagy színésznő, aki ez a Júlia. Na, hogy kezdjem az egész életemet, és hogy közelről megismerjük egymást, az a lexikonok, vagy az ilyen színészkönyvek tanúsága szerint 1943. március 5-én kezdődött, ebből ki lehet pontosan számolni, hogy most meg március, nem tudom, hanyadika van, de nem még múlt el 5-e, köszönöm. Gratulálok. És ez bizony 65 évet takar, amit magam sem nagyon akarok elhinni, de hát így igaz. Mi is leszünk személyesek. Hát remélem, hogy nem, de elképzelhető, de mint a jövő, hogy is mondjam, csak képei között nem ez lebeg elsősorban előttem, hogy mi is leszünk. Bár ez, akik nem tudják, ugye volt egy ilyen musical, amiben én is énekeltem azt, hogy mi is leszünk szenélisek, mi is leszünk szenélisek. Egy jó szövege volt. Igen, hogy ezt mondtam mindig, hogy mi is leszünk szenélisek. Igen, elég gyokran. Ezt különben itt jegyzem meg, hogy a popfesztiválban, amiben a Ringasd el magad című darabot, vagy a számot énekeltem többek között, már ment a Víg Színházban, vagy 450-szer, mert összesen 600-szor ment a darab, amíg én játszottam, aztán még átvették fiatalabbak, és ez volt ugye a dalomnak a szöveg, hogy ringasd el magad, ringasd el magad, ha senki nincs ki, elringasson, ringasd el magad. Tehát zenekar volt, a LGT játszott, hogy ringasd el magad. És akkor itt elfelejtettem a szöveget. És a hátam mögött állt az összes kollégám, hogy ringatták el magukat, azért elkezdtek rötyögni rögtön persze. Én meg ringasd, hihet elfelejteni, hogy ringasd el magad. No. Különben ott történt egy másik édes történet, egy fekete szemüveg volt rajta, amilyen, hogy hívják neki, ez egy ilyen fesztiválon játszódik, szakállal volt ragasztva, fiatal színészként, hogy nehogy aztán fölismerjenek, ha leveszem az utcán. Tudjuk mondtuk, hogy hát miért ragasztasz szakállat magad, mert senki nem fog fölismerni majd az utcán, hogy ezt te játszottad, de aztán végül fölismertek, és még egy fekete szemüveg is volt rajtam, és ahogy most így a Víg Színházban nem ilyen mélyen van viszonylag a zenekari árokhoz, ahol most ülünk az első sor, és itt van egy kis nézőtér, egy folyosó, hát ahol közlekedni lehet a nagy rész, meg ott egy másik. És ezen az oldalon ültem lenne a földön, és itt az első sorban egy nagyon csinos hölgy ült, fiatal leány, és mellette gondolom a hozzátartozó fiú, és a fekete szemüveg mögött én így, nem, akkor éppen nem kellett énekelnem, így úgy nézegettem, hogy kik az első pár sorban ugye lát az ember. Itt most világos van, itt lehet látni végig, de úgy általában sötét színpadon nem igen lehet a harmadik, negyedik sornál tovább látni, és pláne fekete szemüveg, mondom, úgyse látja, hova nézek, és így lassan végignézek, milyen csinos ez a kislány, így. És akkor így egy kicsit átnéztem a fiúra, és abban a pillanatban a fiú, de közelebb ült hozzám, mint ahogy itt az első sorban ülnek, és hát azt mondja, nem is onnan! Hát én annyira megijedtem, hogy nyugodtam egyetemre, hát fölszólt a színpad.
halakaszt néztem itt tovább, hogy ez lenne a szerepem. Úgyhogy nem kokettáltam többet a közönsége. Meg ezzel érdekesen tud megnyilatkozni a közönség, hogyha primér érzés enged, vagy talán először van színházban, vagy talán erről is lesz szó, hogy miért érdemes színházba járni, mert emlékszem, hogy kiskatonák ültek benne, és valami darabot játszottunk, és szerelmi történet Ibsen úr tollából, és hát legyél az enyém, és nem lehetek, mert el kell menni, de legyél, de ne menj el, de maradj itt, de nem, mert bezártak, és az életemből rettenetes a lelkemnek, de legyél az enyém, de nem leszek, akkor elmegyek, az övé leszek, ilyen szövegek voltak. És a kiskatona így neki támaszkodott így a zenekar szélének, itt annak így, és így nézte, és egyszer csak egyszerűen megszólalt az, hogy túl van tárgyalva. Nem akartuk el, hogy mennyire igaza van. Túl van tárgyalva. Az, hogy akkor még ez, ilyenek, hogy Veszprémbe kezdtem a pályámat, hát, és a Veszprémi Színháznak sok tájhelye volt, ezt nem tudom, tudják-e miért, az előadásokkal eljártak kisebb megyei városokban, a megyében lévő városokban, mert megyei színház volt, tehát nem a, talán még most is az a Veszprémi Petőfi Színház, hogy a megye tartja el, és akkor azért el kellett menni Várpalotára, Keszthelyre, Ajkára, nem tudom én, hogy, és így kerültünk Inotára is, Inotai hőerőműnek volt egy, hát komolyan mondom, egy ekkora gyönyörű, szép, ilyen szociál, hogy hívják, nézőtere, és ott játszottuk Végvári Tamás kollégámmal fiatalon a Imádok férhez menni című, talán éppen az is, nem tudom, átiratát, ez egy zenés darab is volt, kicsit szomorkás a hangulatom, máma, abba írták ezt a darabot, itt Magyarországon úgy, és teljesen üres volt a nézőtér. Senki nem volt, de jó, 18-an voltak, de hát mivel olyan régen volt, hogy én emlékszem, meg kérdeztem, hát muszáj elmenni, azt mondják, hogy muszáj, hát 4000 forintot fizettek ezért az előadás. Az egész előadás egy szakunypak, elment, ahogy hívják oda, a Veszprémi Színház, és 4000 forintot kaszált vele. Hát mondom, na mindegy, és akkor, és egyszer, ja, mert ez az Inotai színházterem, ez közvetlenül csatlakozott egy ilyen előtérhez, ahol egy ruhatárszerűség volt, és a ruhatárral szemben, a másik oldalán pedig egy vendéglő, vendéglátóipari egység, az volt. Na most, hát mikor megérkeztünk, meg hogy még díszítettek a díszítők, beállították a díszletet, addig ugye ott lehetett enni zsömlét, vagy akármit, akkor láttam, hogy ez a vendéglő csurdik teli van, de úgy, hogy nincsen üres asztal. Na mondom, hogy szép ház lesz, de azok nem jöttek be az előadásra, azok ott tettek, tovább ittak. Na és akkor egy ember viszont ott hátul, hát nem volt ilyen lejtős, de hátsó ajtó kinyílt, mi szerepelünk a Tamással, muszáj fölállni. És megjelenik az ember, és nem kell az azért, annyi hangom még van, hogy el. Megjelenik az ember, hogy megáll. És elindul előre. Hát mi itten szerepelünk, hogy hát igen, mondom, hogy hova fog ez. És végig jött szépen egyenesen le, ide körülbelül ide leült, bocsánatot kérek, ahol kegyedül, ezzel erre a részre, nagyon haragosan fölnézett, és elaludt. De azon nyomban. Hát én szerint, aztán utána kielemeztük ezt, hogy mi lehetett ennek az oka, hogy ott jól érezte magát, meg ivott a nyegevet, és akkor kiment, kereste a mellékhelységet, és akkor ott bent, ott elvégezte, vagy nem tudom, és akkor onnan kijött, viszont akkor megfordult, és ezzel megzavart, nem tudta melyik, és ez kinyitotta ezt az ajtót, akkor látta, jó üres hely, és leült.
De komolyan mondom, horkolásig aludsz, horkolás. Mi pedig, hát ugye, hát most már utólag úgyse írhat föl az ügyelő, hát egy kicsit rendetlenkedtünk, és ugye egymásra nézve nagyon sok szerepet játszottunk közösen együtt, úgyhogy már úgy ismertük egymás tréfakészségét, és akkor szép halkan beszéltünk, és egészen oda csaltuk magunkat így, és amikor már itt beszéltünk, azt mondjuk, hallott ezen, mit csinál? Ugye nagyon kiabáltuk is, és az ember hirtelen fölriadt. Na hát, hölgyeim és uraim, ilyen gyűlöletet néző szemében élem. Hát azt, hát micsoda, fölébredt. Meg is volt a vélemény az egész, hogy fölállt, aztán kiment. Tehát én biztos mondták, hát hol voltál? Hát voltam színházban. Nem azt mondom, hogy akkor határoztam el, hogy én aztán magammal, hogy én még majd színházat szeretnék csinálni. Sok-sok évnek el kellett ahhoz telnie, hogy én erre egyáltalában gondoljak. Úgy kezdődött az egész, hogy az én Istenben megboldogult kedves apám, Balázs Jánosnak hívták, sajnos már nem él, és Mednyánszky Henriett az édesanyám, aki hát Isten kegyelméből még mindig közöttünk van, házasságot kötöttek 1900, a múlt században, a múlt évezredben, és édesanyám balerina volt, és mivel alkatilag mondjuk a balerina pálya legcsúcsára nem juthatott föl, mert mondjuk erősebb testalkatú volt, annál sem, mint hogy ilyen nagy prima balerina szerepeket játszott. A Magyar Operaházban volt növendék, ugye 16 éves korában onnan kimaradván a testvérével, aki még szintén él, Mednyánszky Ági színművésznő, az Opera Színháznak a tagja, ő, és aki nála fiatalabb volt 3 évvel, egy táncos párt alakítottak, és vagy hoztak létre, és 1930-as évek végén európai körútra indultak, Sisters Médis néven, és bejárták egész Európát, de többek között sok időt töltöttek Londonban is, ahol akkor a varieté és az ilyen, hát hogy is mondjam, csak vegyes műsoroknak a hát nagy keletje és sikere volt, ők az Odeonban léptek fel többek között, meg is van még a családi albumban azok a fotók, amelyeket ott készítettek róla. Az a királynő, aki ma a Nagy-Britannia első asszonya, az akkor még kislány volt, apja György király, a Lula Páholyba és az édesanyjukkal, amikor anyámék ott fölléptek, de hát sok helyen szerepeltek, és amikor a történelem sajnos úgy hozta, hogy háborúba torkollott ez az időszak, akkor Magyarország azért, mert hogy háborús viszonyba került a fél világgal, az ott lévő magyaroknak kiutasították, haza kellett jönnie, és ő is hazajött, és ők is hazajöttek, és itthon a Kamara Varietében léptek föl, ahol egy fiatal színész is föllépett, Balázs János, az volt az édesapám, megismerkedtek egymással, szerelembe estek, és aztán összeházasodtak, és szerelmük gyümölcseként, tessék, itt vagyok én, aki most beszélek, mesélek maguknak. Tehát így jöttem én a világra, van egy húgom is született, jóval később, 54-ben, ő patikus és a gyógyszerész hát szakmát választotta magának. Én pedig építészmérnöknek készültem, mert ha hiszik, ha nem, ezt bátran mindenféle, hát hogy mondjam, beképzeltség nélkül állíthatom, hogy 13 éves, körülbelül 13 éves és 17-18 éves koromban voltam a érettebb a koromhoz képest,
nyelveket tanultam, zongorázni tanultam, gitározni kezdtem. Jó tanuló voltam az iskolában, a Toldi Ferenc gimnáziumban jártam, az általános iskolát, a Marci Bányi téri fiúiskolába töltöttem. Latinul tanultam, egyáltalán világról és mindenfelé nagyon érdeklődő voltam, verseket írtam, és egyáltalában színdarabokat olvastam, tehát nagyon érdeklődő voltam, aztán később ez alábbhagyott, és mondjuk az építőművészet bűvöletében, sőt, mi több, a modern építészet bűvöletében éltem, Corbusier növendéke szerettem volna lenni elvben, olyan dolgokat, modern dolgokat tervezni, és mivel ez a Medgyánszki vonal, ez képzőművészetileg hát egy elég jelentős családi vonal, mert a nagyapám nagybátyja volt Medgyánszki László festőművész, ebből adódóan bizonyára volt valami képzőművészeti ihletésem is, úgyhogy elég jól rajzoltam, rajzolok most is. Hát ebben gondoltam, hogy megtalálom majdan a boldogságomat a szüleim nagy egyetértésére. És aztán, hogy nem a 18 év, és még éppen betöltöttem, ebben az időben volt a főiskolán az első felvételi, a színművészeti főiskolán, és egy hirtelen húzással elmentem oda, és felvételiztem, és akkor jövök ki az iskolából, és ugye el kellett kérezkedni az iskolából a felvételire, és ott három felvételi volt akkor, azt hiszem most is így van, meg két beszélgetés, hát akkor más idők jártak, politikai megbeszélés, műveltségi, mondjuk abban nem volt baj, nála műveltségivel, és az első ilyen rosta vizsgának hívják ezt, ott elmondtam egy verset, meg elénekeltem valamit, nem tudom, és akkor tovább jutottam a másodikra. És akkor jövök hazafelé, akkor találkozom az osztálytársaimmal, akik még akkor jöttek ki az iskolából, és akkor kérdezik, mi van Balázs, mi van, hogy sikerült? Hát mondom, átmentem, ezt mondtam, hogy átmentem az első felvételin, de hát a többiek ugye nem oda készültek, nem tudták, hogy még három felvétel, mire az egyik ugye a legnagyobb szájú osztálytársam elkezdődik, jaj, a Balást fölvették, a hülyének van szerencséje, meg mind, hát ahogy ezt szokták, ezt mondják. És nem tudtam már utána kiabálni az utcán, hogy ez nem azt jelenti, hogy fölvettek, barátom, hanem az, hogy átmentem. Na mindegy, nem akarom hosszan elnyújtani. Az egész időszak alatt azért izgultam, hogy menjek át a többin is, mert milyen kellemetlen lett volna az osztálytársaim előtt hazugságban maradni, hogy azt mondtam, hogy azt hitték, hogy felvettek, és én pedig közben kiestem, de hát nem így történt. Fölvettek a főiskolára, és 4 évig oda jártam, abból 2 év után a Nemzeti Színház növendéke lettem, illetve ott kezdtem el statisztálni, abban a Nemzeti Színházban, amit aztán lebontottak, lerobbantottak és eltörültek a föld felszínéről. Ott én még megfordultam, nekem van is otthon egy emlékbe egy kis darab stukkó a bontott színházból. Fantasztikus színház volt, tényleg maga a Népszínháznak épült, és amikor a Nemzeti Színház épülete, ami a mai Kossuth Lajos utcán, vagy a Rákóczi út elején van, ott azt se építették föl soha többet, ugye leégett és megszűnt, akkor költözött át a Nemzeti Színház társulata a Népszínház épületébe, azért is van ott vele szemben a Népszínház utca, meg a Nemzeti Szálló, meg és hát ott voltam főiskolás. És amikor az úgynevezett főiskolás szerepeket eljátszottam, melyek közül legkedvesebbek közé tartozott számomra az Ember tragédiájában a tanítvány szerepe, és az is azért, mert Sinkovics Imrével együtt léphettem a színpadra, és emlékszem, amikor azt mondta, hogy Kepler képben a Kepler tanítja a magyarázat tanítványnak, és azt mondja, hogy fogd ezeket a pergamenteket és fóliánsokat, miken penész ül, dob tűzre mind. Ezek felett tetik a lábon járást velünk. Ezek kímélnek meg a gondolkodástól a tűzre vélők, és akkor mindenki érezte, hogy ő milyen könyvekről beszél. Úgy tudta ezt elmondani, hogy a nézők hát 90%-a tudta, hogy valami olyan könyvekről van szó, amelyeket nem kéne már itt
ideológiailag oktatni. És én ugye kezdő színészként már akartam beleszólni, mert elkezdett morajlani egy kicsit a közönség, és emlékszem, bocsánat, hogy megfogta a vállamat, és így megnyomott, hogy még ne szól, hagyjuk őket, hogy ez átmenjen ez a gondolat rajtuk. Csodálatos atyai jó barátom lett ő, és hát egész haláláig jóban voltunk, bár más színházhoz kerültem, mert ott abban az időben még divat volt, hogy a főiskolát végzett embereknek vidékre kellett menni, egy-két kivételtől eltekintve, mert kivételek mindig vannak, és én Veszprémi Petőfi Színházhoz kerültem, ahol az előbb említett nagyszerű dolgok történtek, de ezen kívül tényleg jó előadások is voltak, és ott játszottam el életem első főszerepét, Száraz György Királycsel című darabjában, amely Zsigmond király életéről szól, és arról a furcsa helyzetről, amikor őt bezárják, kieresztik, stb. Egy nagyon érdekes, és Száraz György, ez egy nagyon fiatalon elhunyt kedves író barátom volt, igen jó a darab, nem is tudom, hogy miért nem veszik elő, talán most lesz valaki, aki ezt pártolja majd, mert tényleg méltatlanul elfelejtett darab. És akkor ott voltam tulajdonképpen 4 szezonban, de nem volt igazából 4 év, és eljátszottam vagy 26 szerepet, és akkor meghívtak a Víg Színházba vendégnek. Egy Ödön von Horvát Mesél a Bécsi Erdő címűre, amiben egyik főszerepet játszottam, a Hentes szerepét, és azt megnézte Várkonyi Zoltán, ő volt akkor a színháznak a főrendezője, bár teljesen igazgatói minőségben dolgozott, és hát fölkínált egy szerződést, amit én kisvártatva el is fogadtam, és attól kezdve 25 évig a Víg Színház tagja voltam, és nagyon sok szerepet eljátszottam. És egy hatalmas társulatba kerültem be, ahol csak így kapásból mondva milyen színészek játszottak, mint Páger Antal, Súlyok Mária, Rutkai Éva, Tábori Nóra, Benkő Gyula, Szabó Sándor. Most komolyan mondom, egészen elképesztő. Akkor 2 évig a Básti Lajos is ennek a társulatnak a tagja volt, és a fiatalok, mint Tordi Géza, még volt a fiatal színész, és tulajdonképpen én voltam a legfiatalabb. Úgyhogy akkor elkezdődött egy fantasztikus időszak az életemben. Az a fajta színészet és színház, amit ott akkor a Várkonyi csinált, az a legjobb hagyományokon alapuló, igazi, hogy mondjam, népszínház volt, ami közönség nélkül nem működött, mindig ott egy üres hely nem volt a nézőtéren, de ugyanakkor olyan színdarabok előadási jogát is meg tudta szerezni, amit akkoriban ugyan nehezen lehetett ebben a szocialista világban megszerezni, de összeköttetése jövén neki sikerült, és ezért tudtak bemutatni Dürrenmattot, és olyan nyugati szerzőket, akit más színházak nem kaptak meg. Minden esetre ez a 25 év csodálatos volt, párosult a televízió felfutásával, ami ugyanbár egy csatornán működött, de rengeteg tévéjátékot csinált. Ez annak az oka, illetve ennek a következménye az, hogy az én generációmat, akik vagyunk, az talán népszerűbbek vagy jobban ismerik a nézők, hiszen nem volt olyan nap vagy hét, hogy valamilyen szerepbe föl ne tűntünk volna a képernyőn, ami egy általános ismertséget adott, amelyel a mai fiatalok hát nem igen rendelkeznek részben, mert megváltozott a világ, megváltoztak a televízióknak a funkciói, és én szerintem a közszolgálati televízió, amiről most beszélek, tehát az M1, az meg nem tölti be a funkcióját, feladatát. Lehet szidni, és kell is, gondolom, a kereskedelmi televíziók hitványságát, vagy azt a műsort, amit csinálnak, de azok egy magáncégek, tehát azok végül is, amit az ORTT nem tilt, azt megcsinálhatják. De egy közszolgálati televíziónak kutya kötelessége lenne azzal foglalkozni, most én a művészi részéről beszélek, hát a hírekről is beszélhetünk, hogy annak teljesen objektívnek kéne lenni, nem pedig erre vagy arra a hajlónak, de most ezeket hagyjuk, de a szórakoztató jelleget,
a közszolgálatiságot, mert a szórakozás az nem csak abból áll, hogy nevetgél, nevet az ember, vagy ilyen poénokat mondanak, azzal úgyse lehet egy kereskedelmi televízióval a versenyt, egy közszolgálati televízió szórakoztatás címszó alatt nem veheti föl, nem, nincs is értelme ennek. A közszolgálati televíziónak más funkciója van, bizony lehet magyar szerzők műveit színpadra, vagy illetve televízió képernyőre adaptálva, vagy szépen előadni, a színészeknek lehetőséget, a művészeknek lehetőséget biztosítani arra. Ezt csinálja minden közszolgálati televízió szerte Európában. Hogy erre meddig kell várni, azt nem tudom. Minden esetre némi mozgolódást látok már a televízió élén történt változásoknál, de most megint egy ilyen interregnum van, alelnök, stb. Tehát nehéz ez, és közben mi, ugye mert azért mi mindannyian nézők vagyunk, hát hiába az egyik itt dolgozik, másik ott dolgozik, vagy éppen a televízióban dolgozik, hát az is néző, és a néző szeretne látni olyat, hogy választása lehessen, alternatívája lehessen, hogy mert tényleg ezen múlik csak, hogy a távirányítót így csinálok, és akkor elmegyek egy oda, és azt szeretem nézni, mert ott olyat kapok, amit én magamnak szeretem. Nem azt mondom, hogy nem lehet nézni kereskedelmi szórakoztató műsorok, miért ne lehet, hát akkor azt nézem. De hogy ne tudjak egy olyan csatornára kapcsolni, bocsánatot kérek, ne tudjak egy olyan csatornára kapcsolni, amit én szeretnék, az elég nagy hiba. És most ugyan ugrok egyet, és óhatatlan az, hogy egy kicsikét ne beszéljek magamról, és ne értsék félre, se álszerén nem akarok lenni, se, hogy mondjam, dicsekedni nem akarok. Mi itt Szolnokon létrehoztunk egy szilveszteri műsort idén, szilveszterkor, nem tudom, hogy van-e önök között, aki ezt látta, és vagy látták. Ennek a műsornak nagyon nagy nézettsége volt, mert nézettségben mérik a sikert, és 1.350.000 ember nézte a Duna Televízió ezen műsorát, szilveszter estét. A Duna Televíziót a kimutatások szerint ennyien még egyszerre soha az életben nem nézték. Ez igen nagy büszkeséggel tölti el a Szolnoki Színházat, és azon belül engem is, aki ezt a műsort rendezte. Én, aki annyi kabarét csináltam életemben, annyi szórakoztató műsort gyártottam, vettem részt benne, magam is csináltam ilyesmiket, tudtam, hogy eljött az az idő, amikor a nézők szeretnének valami tartalmas, komoly szórakoztatást nézni. Nem igaz az, hogy csak azon tudunk, belehegy a lóva, könyökő és kicsavarja, hogy obszén vicceket kelljen mesélni a függöny előtt, hogy az legyen egy szórakoztató est, hogy kimond nagyobb trágárságot, hanem igenis, a legjobb erőket kell odahozni. Hogyan tudjuk ezt megcsinálni? Többen próbálkoztak már ezzel. Hogy fogják ezt előállítani? Mi? Hát igen, ez logisztikailag sokkal komplikáltabb volt, mint magát a művészt fölkérni, és egy Miklós Erikát nem kell arra különösebben biztatni, hogy szépen énekeljen, mert az Európa világszerte az egyik legszebb hangja van. Vagy a Tokodi Ilonának, vagy most sorolhatnám. Tehát a művészeket összeválogatni nem volt különösebben nehéz, de mondjuk azt a hatást, amit azáltal, hogy az egész társulatot behoztam a színpadra, és a három műsor közlő azt mondta, hogy direkt úgy kezdtük el a második részt, hogy egy picikét hamarabb legyen 11 óra előtt, hogy ezt el tudjuk mondani, hogy Erdélyben most van éjfél, és azért kongat a harang, és fölment a függöny, és ott állt az egész társulat, és elénekelte a székely himnuszt, és utána egy kisfiút megkértem, hogy mondja el Adinak azt a versét, nem teljesen, de hogy az én apám reggeltől estig lót fut robotol, az én apámnál nincs jobb ember, nincs sehol, és hogy akkor ugye voltak, akik azt mondták, jaj, hát szilveszter van, hát ne szomorkodjunk, mondom, ahhoz, hogy emelkedett legyen a hangulat, ahhoz, hogy érezzük, hogy
hogy együvé tartozunk szerte magyarok a világon, hogy azokhoz szóljunk, éppen a Duna televízión keresztül, az Egyesült Államoktól, Svájcon, Svédországon és bárhol, ahol a Duna televíziót lehetett fogni, hát valami olyasmit kell adni, ami a szívünkből jön, és ez nem vesz le abból, hogy egy nagy zenekarral, két jó karmesterrel, szép díszletekben, jó ruhákban, és ezt az egészet összehozva azzal, hogy a Tiszaszálló van, ott a Tiszaszállóban egy vacsorát csinálunk, és úgy el tudjuk adni a jegyeket a jegyáraktól drágábban, tehát hogy bejöjjön az az összeg. És természetesen szponzorok mellé álltak ennek, kaptunk innen-onnan pénzt, és ebből sikerült megcsinálni ezt a produkciót, és jövőre is szeretnénk megcsinálni, mert azt hiszem, mert ezt, egyetlen egy, a kereskedelmi tévéket az ilyesmi nem érdekli, a közszolgálati tévé nincsen pénze, mert másra költi, most azt hagyd ne mondjam, hogy mire, mert nem tudjuk, hogy de elég sok pénz elfolyik ott, és maga a Duna Televízió se tudta volna kiállítani, mert annak meg nincs pénze. Mi ki tudtuk állítani, ők pedig lehetőséget adtak arra, hogy ezt önök és a világon, akik nézik, azok nézhessék. És ez egy nagyon nagy dolog, és ezt csak azért mondtam el, hogy ha az ember akar valamit csinálni, akkor meg tudja csinálni, csak egy olyan csapatot kell maga mellé szervezni, aki mindenen keresztül a célt el akarja érni. És akkor, hogy most visszaugorjak, ahogy ez a 25 év eltelt a Vígszínházba, a Vígszínház kezdett megváltozni egy kicsikét, én is változtam természetesen, már 25 év nagyon hosszú idő egy színész életében, bár szokták mondani, hogy én nem megyek el más színházhoz, én hűséges vagyok a társulatomhoz teljesen. Azok a nagy nevek, azok a nagy művészek már elhagytunk minket, az égi színpadra távoztak, már mi lettünk a középkorú színészek, közben megváltozott a színház vezetése, a színházi előadások mienségéről vallott elképzeléseik már kevéssé hasonlítottak ahhoz, ami az enyém volt, úgyhogy én elköszöntem a színháztól, ezen egy kicsit meg is sértődtek akkor, de utána aztán belátták, hogy igazam van. Annyi mindent szerettem volna csinálni, annyi minden más foglalkoztatott, hogy ez nem, ezt aki egy picikét is ismeri a színház világát, tudja, hogy nem lehet, nem tehet a színház meg egy emberért mindent, hogy neki legyen mindent. Oda be kell tagozódni, az egy fegyelmezett hely ott. Ott kis szerepet játszik az ember, kicsit játszik, esténként meg kell jelenni, nem lehet elmenni filmezni, vagy csak ritkán, nem tudja kiadni. Én magam is úgy vagyok, hogy egy olyan színészem lenne, egy karakter színész, mint amilyen én vagyok, és akkor azt tud, hogy drámát is, vagy vígjátékot is, vagy ilyen vicceset, vagy komolyabbat csinálni, akkor mindegyikbe beosztom. Hát játszon természetesen, hozza oda a közönséget, és ezt meg is értem. De az egyéni elképzelésem mondatta azt velem, hogy ezt a csodálatos helyet, ami mondom azért megváltozott, én oda hagyjam, és akkor tulajdonképpen újfent kaptam valamit a Jóistentől, vagy a közönségtől, hogy az a 25 év, illetve előtte a 4 év, amit Veszprémbe töltöttem, nem volt hiába való, és valószínű, hogy úgy végeztem a munkámat, hogy a hibák, a rengeteg hiba mellett úgy végeztem a munkámat, hogy rengeteg megbízást kaptam, és másik színházak rögtön elvittek, és mondtam, nem szerződök sehova, hanem vendégként játszom. Nem untatom ezzel magukat, hogy ezt mondok? De nem tudom a léleképítés, hogy van igazából, hogy épül föl a lélek az őszinteség által. Vannak tényleg, akik ezzel foglalkoznak, és itt viccesen mondtam, hogy én is erről szeretnék beszélni, az agykutatásról. A lélekkutatásról egyáltalán, hogy lehetünk egymáshoz jók, hogy tudjuk kialakítani azt, de most nem azért, hogy én egy ilyen jó ember vagyok, és azt akarom, nem ilyen jó, akkor mi is jók vagyunk. Nem így gondolom ezt, hanem hogy tehetnénk egymás örömére, egymásért többet, hogy az életünk ezen a földön, ami egyre tolódik ki, de sajnos nem a fiatalságunk tolódik ki, hanem esetleg a nehezebb éveink, de mondjuk ez a 80-90 év, vagy mit kell mondani, amit itt töltünk átmenetileg, ez tartalmas legyen, és a legtartalmasabb.
és hogy különös kegyelme ez valahogy a Jóistennek vagy a sorsnak, hogy megadta azt, hogy engem örömmel tölt el az, hogyha jó, hogy mondjam, hogyha másokért tehetek valamit. Mindent el tudok fogadni, mindent meg tudok érteni, de kérem, és tulajdonképpen az túlzás lenne, hogy követelem, de a jó ízlés nevében talán követelem is, hogy azt is fogadják el, amit én nyújtok át. Nem lehet csak egyfajta színház. Nem lehet csak arra appellálni, hogy csak fura dolgok történjenek, az a jó színház. De kell olyan színháznak is lennie, ami nem annyira fura, hanem a szívhez szól, és lehetőséget ad művészeknek arra, hogy kiteljesüljenek, és el tudják játszani azt a szerepet, amiért színészek lettek, mert láttam egy előadást, bejött egy kollega, vagy talán nem az volt, nem tudom, megállt, és teli torokból elkezdett üvölteni, nem akarom megijeszteni, hát ha van még kis gyerek itt, de annyira üvöltött, hogy ilyen hangosan még nem hagyja, lehet, hogy ilyen mikrofonban, így jó hosszan. Mindenki meg is ijedt a néző, de majd meghajolt és kiment. De függetlenül a színdarabtól. Na most én megértem, hogy van az életben olyan, amikor, de nem így van, hogy mikor már nem lehet csinálni semmit. Nem kell egy cukorka? De kapsz te is egy DVD-t. De küldünk neked egy DVD-t. És hogy látod, ezzel a rossz poénnal elfelejtettem a beszédfonalát, hogy nem tudom, hogy hol tartottam. Hát ott tartottál, hogy a művész úr ordított egyet. Ja, ordított. Hogy igen, hogy tényleg van az ember olyan helyzetben, mert nincs más, kinyába ordít egyet. De ez nem biztos, hogy a színpadi kifejezés módja ez kell, hogy legyen. Ez, hanem a szerepből kifolyólag kellene nekünk lent tehetetlenül ordítani, de nem ordítunk, mert iskolába jártunk, és tudjuk, hogy a színházban nem kell ordítani kell, hanem nézni és tapsolni, vagy nevetni, vagy elutasítva fütyülni, vagy nem tudom. És egyáltalában a színházi eszközök, tehát a kifejező eszközök olyan sokrétűek, hogy nem lehet csak azt mondani, hogy csak az, ami mindig valami újdonságot hordoz magában a jó, hanem bizony legyen ilyen színház is, legyen olyan színház is, és én mondjuk egy olyan színházat szerettem volna Szolnokon csinálni, amely így a klasszikusabb értelembe vett színházi világhoz kötődik. Én nagyon őszinte vagyok most, én annyira szerettem volna egy sportkocsit fiatal koromban, mondtam, hogy nem is kerestem rosszul, aztán már amikor filmeztem meg mindent, de hát azért annyit nem kerestem, hogy vehessek mondjuk egy sport Mazdát, vagy mi volt akkor. De ma már nem szeretném. Elment az idő, hogy én egy sportkocsiba üljek, magam is megmosolygom, amikor egy ilyen szoláriumozott öreg úr ottan ül, és nagy képviselő. Hát nevetséges. De volt idő, amikor szerettem volna egy ilyen autót. És az is jó valahogy az életemben, hogy mindent akkor csináltam, amikor kell. Akkor jártam mulatozni, meg bárba, amikor annak itt van az ideje. Akkor voltam szerelmes, amikor itt volt az ideje. Akkor én azt szeretném, és azt kívánom mindenkinek, és itt is, és önöknek is, akik voltak ilyen kedvesek és szeretetteljesek, hogy eljöttek meghallgatni engem, aki higgyék el, hogy abszolút nem vagyok. Itt a tehetséget akartam mondani, a tehetség kérdését mindig a művészettel hozzák össze, meg a művész. Ez nem igaz. Mi a tehetség az mindenre vonatkozik. Ha olyan tehetségtelen, tudom én, gödörásót lehet találni, vagy mit tudom én, konyhalányt, hogy az nem igaz, aki nem tud, és másik asszony keze alatt pedig szikrázik a konyha, és csodálatos süteményeket tud csinálni, és a habot megsüti, és így föláll. És egyáltalában a képességek kibontakozása az, hogy az ember szeresse hogy szeresse azt, amit csinál, hogy olyan helyzetbe jusson, és egyáltalában a szeretet, tudom, hogy annyi mindenről lehetne beszélni,
beszélni arról a helyzetről, amilyenben került az ország, de hát most én magyarázzak erről, hiszen tegnap volt egy választás, és az emberek igeneket mondtak erre dolgokra. Hát mit akarnak még tőlünk elvenni? Mi? Nem is érteném, hogy miért adnánk, már semmink sincs, még azt is, amiért fizettünk, azt is még mondják. Hát tudjuk, hogy nem a 300 forintról van szó, mert az nem ma 300, holnap 3000. Hát most olyan mindegy, emelkednek, begyűrűzik, mindent. Hát tudjuk ezt, hogy ez így van. Nem. El nem tudom képzelni, és a magam példájával szeretném csak ezt igazolni, és azért mondom, dolgozok, nem tudom elképzelni, hogy egy vezető ne szeresse azokat, akiket megbízásából vezet. Ez egy közalkalmazott, ez egy közszolgálat, ez egy közszolgálat. Azért dolgozunk, azért dolgozok, hogy a másiknak jó legyen. De nem vagyok az két, én nem azt mondom, hogy én nem szeretem ezt a vizet meginni, és én nem fogok inni egy korty vizet sem, mert én ilyen, olyan vagyok, mint egy remete. Ez nem, de hát természetesen azért dolgozok. És a színházban, egy színházban nem csak színészek dolgoznak, ott Szolnoki Színház összes tagja, 118 ember, de egzisztenciája oda köti. Hát azoknak családjuk van, gyerekük van, fiatal emberek, azok voltak, akik azt mondják, hogy könnyes lett a szeme, felnőtt ember, és azt mondja, hogy hozzám nem szóltak 4 év óta egy szót se. Hát így nem lehet. De van ez, tudják ezt, most tényleg nem akarok moralizálni, de hogy annyit nem mond egy vezető, hogy na, jaj, de jó, mi? Vagy rossz kedved van? Vagy mi van? Lázas vagy? Hogy nem érdekli. Hát nem érdekli az ember, a vezetőket, a saját népe. Hát ez egy ilyen nincs. Hát akkor... szóval azért mondom, hogy ugyan a csebben benne van a tenger, a molekulában benne vannak az anyagra jellemző részek, egy színházban tulajdonképpen benne van egy kicsit az egész társadalmú. Minden rétegből van ott a színházban ember. Ugye van a díszítők, vannak adminisztratív dolgozók, vannak kétkezi munkások, vannak világosítók, vannak fodrászok, varronok, ezeknek családjuk, stb. Ahhoz, hogy ez közösség legyen, ahhoz úgy kell élni, viselkedni. Persze, hogy teli vannak problémával, soha nem lesz. Olyan nincs, hogy felhőtlen, boldog legyen mindenki mindig, de hogy arra törekedni kell, az egészen biztos. És egyáltalán nem vagyok attól oda, vagy egy hanyattesve, vagy hogy mondjam, hogy egy színházban előadások vannak. Ezek mindig azok, hogy ilyen előadás, meg olyan előadás. Hát mi legyen egy színházban, ha nem színi előadás? Szóval, mintha minden nap csodálkoznánk az olyan Péknél, bár lehet, hogy van ilyen, kenyeret sütnek. Süt kenyeret? Jaj, köszönjük. Hát az a foglalkozás, hogy csinál autót. De hogy ki van találva a színház, ami most ketten itt összebeszélünk, és azt mondjuk, hogy gyerünk most csináljunk egy Audi autót. Tehát akkor most keresünk, kereke van, meg motor kell bele, hát biztos nem tudjuk összerakni. A színház már össze van rakva, vannak dolgok, amik ki vannak találva. A szerelem az már, amióta tudunk róla, az van. Az egy bizonyos valaki iránt vágyat érzek, szerelmes leszek belé, udvarolni kezdek neki, nem tudom, ő is, neki is tetszem én, elkezdünk együtt sétálni, szívják udvarlásnak, összeveszünk, összeszólalkozunk, várjuk, lessük az alkalmat, hogy a kezünk így összeérjen, akkor nem merjük, akkor nem tudom, akkor megcsókoljuk egymást, akkor hazaszalad, vagy nem. Kortól függően. Hát mondjuk, ha 40 évesek vagyunk, akkor már nem futkálunk haza. De egyáltalán, most miért kellene ezt különösebben megváltoztatni? Azt szeretném, hogy mi mindig együtt, akik vagyunk, magyarok itt, mi vinjünk előre, mert bennünk van ez. Bennünk van, és ne hagyjuk azt, hogy így csinálják, hogy így, bocsássál meg, hanem mi menjünk előre. És annak csak egy pici helye a színház, ahol jól érezzük magunkat, és nem úgy oktatnak ki, hogy aláhúzzák, mint a levélbe, hogy tudjuk, hogy ez a lényeg. Nem, színészettel adjuk ezt elő. Színészet, színdarabokkal,
politizálunk, ha kell, mert ez mindenki politizál. Ilyen nincs, hogy ne politizál, mindenki politizál, azt mondja, hogy ez drága ez a tej, az már politika, nem? Az mindenki. Hogy nem, úgy a színház az nagyon-nagyon sokat segít, higgyék el, de nem csak az, a zene, művészet, minden. Tessék.